Mikor kezdtél el igazán érdeklődni a zene iránt? Mindig is érdeklődtem a zene iránt, egész kiskoromban már nagyon szerettem zenét hallgatni, meg jártam koncertekre, úgyhogy igazából nem is tudom, hogy mikor, hogy volt egyáltalán dátum, amikor én elkezdtem érdeklődni. Ki vagy mi, vagy illetve ki és mi inspirál arra, hogy a zenével foglalkozz komolyabban? Inspirálnak az emberek, meg inspirál maga a zene, a zenészek, akiket szeretek, és azt hiszem ennyi. Kik azok, akiket hallgatsz, mondjuk akkor, hogyha szomorú vagy, kik azok, akiket hallgatsz, zenekar vagy énekes, énekesnő, amikor vidám vagy, és hogyha munkára kerül a sor, akkor milyen zenét szeretsz? Fú, ez elég komplikált kérdés. Inkább azt mondom, hogy milyen zenéket szeretek. Én mindenféle zenét szeretek hallgatni. Szeretek egészen klasszikus zenétől kezdve a metalig mindent. Régen sok Nine Inch Nails hallgattam, de szeretem Michael Jacksonnak a zenéjét is. Tehát elég szerte ágazó az én zenei ízlésem. És mindig hallgatom őket. Tehát attól függetlenül, hogy milyen kedvem van. Milyen tanácsot adnál azoknak a tizenéveseknek, akik arra adják a fejüket, hogy komolyabban foglalkozzanak a zenével, hol kezdjék el, hogyan kell elkezdeni komolyabban ezt az egészet? Azt tanácsolnám, hogy dolgozzanak sokat, bízzanak magukban, és ne adják fel, hogyha van pillanatnyilag egy ilyen időszak, amikor nem kapnak visszajelzést, vagy nincs sikerélmény. Mikor kezdjék el, bármikor el lehet kezdeni, nem csak fiatal korban, hogyha valaki 40 évesen adja a fejét arra, hogy gitározni fog, akkor miért ne? Tehát bármikor, bármit. Van erre valamilyen biológiai, úgymond szabály, akkor, hogy elkezdje, vagy ugyanúgy meg lehet tanulni, ugyanolyan könnyedséggel, 5 évesen, 10 évesen, de akár 40 évesen is? Szerintem bármikor meg lehet tanulni, az időll el a fejben. Anyagilag mennyire éri meg bármilyen művészeti ágban dolgozni? Most reális választ kérsz? Szeretnék reális. Tehát, szeretném, hogyha a mai tizenévesek, a mi olvasóink és nézőink lássák azt, akik ezzel szeretnének foglalkozni, hogy mire számíthatnak a jövőben. Az első 10 év az nagyon gáz lesz. Tehát anyagilag ez nem éri meg, de hogyha hisznek benne és meloznak eleget, akkor visszajön. De csak később. A mai világban ez így működik. Aztán vannak szerencsések, akiknek előbb. De arra nem lehet alapozni, hogy akkor ők most szerencsések lesznek, tehát melózni kell rendesen. És te mikor kezdted azt érezni, nem csak anyagilag, de lélekben is, hogy igen, ezt megéri csinálni, és ez tényleg megérte azt, hogy X időszakig én dolgoztam ezzel is, és az viszont lehet, hogy rossz volt, de most már jó. Lélekben az első koncerten már éreztem, hogy ez megéri, mert gyakora energiát ad, ami fogod, nem lehet leírni szavakkal, meg utána tök jó. Tehát életem első koncertjéről van szó, amit a Rock Togonba adtunk, még a Death Metal zenekarommal, szóval én már akkor tudtam, hogy ez egyszer majd jó lesz. Amúgy szerintem ez többségünkre igaz, akik ezzel foglalkozunk, hogy amikor megtapasztalják, hogy milyen egy koncert, milyen közönség elé állni, milyen egy jó koncertet leadni, akkor már tudják, hogy ennek van értelme. Ez igazából egy önmagunkkal folytatott, nem azt mondom, hogy küzdelem, hanem valami feladat, hogy minden egyes koncert, minden egyes lépcsőfok egy megelégedés, vagy egy ilyen kulmináció, aztán jöhetnek a többi feladat. Van más művészeti ág is, amiben szívesen tevékenykedsz? Rajzolok, festek, meg néha szoktam ilyen szövegeket írni, de azok nyálasak. Mi számít nálad nyálasnak? A nyál, az jó, ez érdekes kérdés. Minden, ami gicses, amiben sok a sallang, ez nekem nyálas. Én azt szerettem, hogyha valami lényegre törő, és mindennek megvan a helye. Ezért szeretem Bencsik Kovács Zoltán szövegeit, amik a Honey Beast-nek a dalszövegei. Szerinted a
közhelyes dolgok sokasága, tehát hogyha egy dalban, egy versben rengeteg a közhely, az jó vagy rossz? Az nagyon gáz. Közhely szerintem az nagyon gáz. Habár a közhelyek maguk nem véletlenül lettek közhelyek, de hogyha látunk egy, vagy hallunk egy dalt, amiben tök sok a közhely, és érezzük, hogy direkt rakták őket oda, mert az majd beválik, az szerintem gáz.